testetek tehát nem csak szerveitek edénye, de szakrális szimbólum is egyben. Fizikai megnyilvánulási formája egy mögöttes rendező elvnek, az energiának. Ez az energia nem csak élővé teszi azt az anyagot, amit testeteknek neveztek, de élővé teszi a szellemetek is, végigvezetve benneteket beavatási utatok 7 próbáján, folytatta. És már biztos kitaláltad, ez a 7 próba örök időktől belétek van írva, és nincs olyan élő ember, aki megkerülni őket, mert ez a 7 próbát a testetek középvonalában hordjátok. Mint ahogyan a felemelkedés ösvényét más néven fő energiacsatornának hívják, a 7 próbát is nevezhetjük a 7 energiaközpontnak. Miért tenném ki magam bármilyen megméretetésnek, vagy próbának a fejlődés érdekében? Szakítottam félbe. Azt gondolod, elkerülheted, hogy magad légy az isteni szeretet és a tökéletes bölcsesség? A szeme nevetett, mint mindig, amikor csökönyességembe vagy értetlenségembe ütközött. Láthatóan remekül szórakozott. Esetleg elodázhatod, saját szabad akaratodból embernek születtél. Emberként, tehát Isten képére formált, isteni lényként sok más választásod nincsen. Ezek felé a tulajdonságok felé tartasz, ráadásul az ehhez szükséges teljes eszközkészlet ott rejlik benned. A 7 csakra ott van benned és működik. Ahogy egy óra ketyeg, úgy ketyeg benned a sorsod, amit a 7 energiaközpontod állapota határoz meg. A könyv ezen része leginkább közel hozzám, a legközelebb a szívemhez, mivel a fejlődésről van benne szó. Arról a fejlődésről, ami a programba hozott, és arról a fejlődésről, ami elvitt az első egyéni órámra, Annamihoz és Gáborhoz. Ezen az órán elhangzott az a kérdés, amit mi is felszoktunk tenni minden gyakorlónak, aki először érkezik hozzánk, hogy miért vagy itt, mi a célod. Erre nem tudtam pontosan válaszolni, mi is a célom, egyet tudtam, hogy a célomhoz a tökéletes eszköz a gyakorlás. Azóta tudom, hogy a gyakorlás egy magasabb energiaszintre emel, és a megfelelő mennyiségű és számú gyakorlás alatt az energiaszint ez egyre nőni fog. És egyre több célt, egyre jobban nyílik az a perspektíva, ahol meg tudom fogalmazni, hogy miket is szeretnék elérni az életben. Ismeritek a magyar népmeséket, ahol a főhősnek mindig próbákat kell kiállnia ahhoz, hogy övé lehessen a fele királyság vagy a királylány keze. Nekem nem a fele királyság és a királylány keze a célom, nekem ennél sokkal nagyobb céljaim vannak. És azt kívánom nektek is, hogy váljatok a saját mesétek főhősévé, és csináljuk meg együtt ezeket a kihívásokat, ezeket a lépcsőket, amik ránk várnak a következő fél évben is. Minden jót kívánok nektek is, jó gyakorlást! Sziasztok!